Szevasztok, megyünk tovább. Eddig vártam Denver Broncosra. Oldjátok már meg a quarterback kérdést. Végül is nem oldották meg, úgyhogy törlesztenek tovább az ördögnek, amiért annak idején elhappolták Peyton tőlünk. Önként ott odaadtuk. De hát akkor most azóta megvan a gyűrű, azóta nincs playoff, azóta nincs quarterback. Hát idén se lesz. Nagyon úgy néz ki. Hagytam egy kis időt, hogy akkor most még hátha valami, de hát úgy néz ki, hogy Rodgers megbékélt, Tüson mozdíthatatlan, akkor ez lesz. Lok vs. Teddy harcolás van. Rossz hírek így a papónak. Most ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire lett beszivatva a Denver Broncos, mert ugye a szabadügynök piacon nem mentek irányító után. Hát nem sok volt egyébként, de voltak ilyen hangok, hogy hát meg lehetett találni Fitzpatricket nyilván, meg lehetett a Cam Newton-t, James-t, mégis azt mondták, hogy nem kell semmelyik. Jó, és akkor vártunk a drafton, hogy majd akkor ott akkor a végig sorat cserélték előtte Tedit. A számít? Nem annyira. És hát, ugye a draft előtt pont mondta a Rodgers, hogy jó, hát neki elege van, innen elmenne. És akkor Denver ott állt a 9. pozícióban, és cornerback választott. Sörtent választotta, aki hát a negyedik cornerback jelen pillanatban a depth Annak igen jó, tehát nekik van a legjobb negyedik cornerbackjük a ligában, magasan, tények. De végül is akkor azt mondták, hogy nem kell quarterback. Kettővel később elvitték ugye a fields a chicago Big mac meg később a New Englandiek. Arról volt szó, hogy hát fiúk, az elején nem jön top tehetség, második köröktől visszafele már, hagyjatok, azt már húztunk, nem kell senki. És ezt elmondtam, hú, nem tudom, a melyik draft elemzés videóban, hát annak kellett lennie, mert időrendben az volt, hogy egyébként ezt a Rodgers-re várakozást, ezt amúgyra nem tartom hülye ötletnek, mert hát nyilván, hogyha elérhető ér a Rodgers, akkor kell, kell. Ugye Denverbe egyetemen rámondták, és akkor, hogyha ő akar jönni, akkor ne lásson ilyen akadályt maga előtt. Mert ugye a nem látja akadálynak, meg a Tedit, tehát ők őket nem is látja az ő szemével, ők láthatatlanok. És Jordan Love, ő látható egyértelműen. Viszont, hogyha megint oda volna egy első köröst, akkor az is látható lett volna, és akkor lehet, hogy Rogers elgondolkodik, hogy ti már nélkülem kalkulátok. Most azt látja, hogy itt a Denver, és csak rád vár. Úgyhogy most, hát most nem, ők meg várnak Chargers-re, gondolom, még egy évig. De végülis ez nem jött be, mert hogyha az a tranzakció megtörténik, hát akkor ugye a liga tetejére azonnal kilőtt volna Denver. Ha viszont egy újoncot hoznak, akkor meg, ugye ezt mondtam el a draftos videóban, akkor ők lettek volna a következő Chargers, mert hát ott van a Herbie, nekik is lett volna egy ügyes herbie -uk, de jó. Ugye lett volna egy Rodgers, akkor meg ők lettek volna az új Chiefs, mert nekik is lett volna egy Mahomes, ugye, egy ugyanolyan manus. Hát ez, ez, mind, mindjárt jobb, hogy nem csak így felfele megyünk, hanem már ott vagyunk a tetején. Nem akarunk mi felmenni, mi egyből ott akarunk lenni. Hát ez a Denver Broncos, idén nem fog megtörténni. De hát ez a Denveri mentalitás, érted? John Elway lelépett a general manageri székből, azt mondta, hogy csinálja George Patton, ő csak hogy háttérben van, már mindennapos munkában nem vesz részt állítólag. De hát ők így határozták meg a klub filozófiát, hogy figyelj, jó, nyilván ez más, mint amit az edzők mondanak, de ha nem lesz bajnoki cím, akkor mindegy. És hát Lényegében ez van, most a mindegy kategóriában vagyunk, mert a bajnoki cím az nem lesz. Próbál persze, aki ott van, az küzd, hát arról van szó, hogy küzdjön mindenki, mert az edzőbács is lehető legtöbbet ki akarja préselni a csapatból, ez nyilvánvaló, de a játékos politika az úgy van, hogy jó, figyelj, figyelj, hogyha nincs top akkor tök mindegy igazából. És jövőre, lehet, hogy akkor újra megpróbálják ugyanezzel a tervel És hát figyelj, ahol a Liga tart most, hogy bármikor megbolondulhat egy kótörbek, akár az elitek közül is, akkor miért ne? Lehet, hogy egy év múlva Dussonnak esetleg sikerül valahogy megoldani az ügyeit, kicsit leüli, vagy valahogy elmeszedik, aztán visszaengedik, vagy akkor Rodgers már úgy néz ki, hogy akkor kiléphet a szerződésébe, hát akkor tárva nyitva lesz az ajtó. Denver erre bankol. 2021 az ilyen válvonós neki. De most így ki tudják alakítani magukra ezt az underdog mentalitást, vagy szerepkört, hogy mindenki láthatja majd, nem annyira láthatja mindenki, keveset lesznek főműsorizőben egyszer, de aki nézi, az láthatja, hogy hát ez a csapatban ez minden készen áll, érted? És akkor már csak ide kellene jönni. Lásd még, 2019 Tampa Bay Buccaneers. Minden készen állt, érted? Már csak egy quarterback kéne, olyan jó minden. És akkor jött valaki, aki meglátta, és azt mondta, hogy jó, majd én beülök ebbe a hajóba. És ezt a Denver próbálja megcsinálni, hogy borzasztó erős keretünk van, még megerősítjük minden poszton a kótörbeket leszámítva. Az fontos lenne? Van akinek fontos lenne? Nekik nem az. Bár itt van Teddy, de hát az nem biztos van nagy erősítés. Továbbra is azt mondom, hogy egyébként ez nem olyan hülye tehát másképpen gondolkodnak, mint a nagy átlag, de alapvetően van értelme annak, amit csinálnak, és hát ez a csapat, ez most hát aránylag erős, a kotörbeket nem számítva, és nem fog szétszéledni jövőre, mert ott ugyanúgy fiatal emberek vannak benne. Nagyon sok játékos 30 év alatt. Nyilván a Von Millernek már nem sok van, de egy-kettőt még így rá tudsz mutatni, hogy jó, hát az lehet, hogy kimegy, de a többség egybe marad. Onnantól kezdve meg jön a kotörbek, az elfelejtett a különbségeket. És hát ez az egyik része az, hogy már, már megint a jövőre gondolunk, mindig egy évvel későbbre, de meg lehet azt is mondani, hogy figyelj, ez a csapat, amikor megnyertük a bajnoki címet, hát akkor Rossweiler volt. Vagy nem ő volt a Super bowl csak hát értitek, defense nyerte meg a bajnokságot. Ha mindig a defense nyeri, értem. Denverben is így gondolják, hogy figyelj, úgy is lehet erős csapatot csinálni, hogy a defense minden sikerül, aztán csinálunk 13 pontot. Kapunk négyet, győzünk. Ez is lehetséges. Tehát ezek a minimális százalék pontok, ezekre mennek rá, hogy ha éppen minden összeáll, érted, van az a két százalék esély, hogy a Defense megnyeri a bajnokságot, hát hát ha, akkor erősítsük meg a Defense hát, az bejön, meg van egy másik két százalék esélyre, hogy egy leendő Hall of Famer majd kitalálja, hogy nálunk akar játszani. Hát akkor mi arra készen kell, hogy álljunk. Hát ők mondjuk készen állnak. Szóval, amellett, hogy ez a 2021-es idény, ez nem a Denverről fog szólni, már bocsánat, hogy ezt mondom, azért nem azt jelenti, hogy ők kutyák lesznek feltétlenül, mert oké, okay, van ez az irányító versengés, Lock és Bridgewater között nem vagy lelkes, jó, nem vagy lelkes, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem juthatnak be a play -ba. Mert ha hát tavaly, nézd meg, ott volt a Nick Foss, meg a Mitch Trubisky versengett a Chicago bears -ben. nem volt a -e lelkes, amiatt se, az bejutottak a play hetedik helyen. Tavaly betippeltem, AFC 7. helyre play off a Denver, de nem igazán jött be az a tippem, összekeverte őket a Chicago bears -el. Ugyanazt a taktikát futtatták, csak hát az volt a különbség, nem volt, mirekető kettő a kék, érted? Csak rossz, rossz csoportra lőttem rá. Szóval hát ugyanezzel az erővel a Denver is lehet egy ilyen csapat, amelyiknek hát jönnek a győzelmek, azért mert elsősorban jó a defense, egy-két special team ugye? Aztán már ott is vagyunk, hogy Hú, rájátszás hely nem egyszerű, mert a csoportban is vannak kihívók, persze, csak hát attól függetlenül érted, hogyha minden más helyen jól vagy, akkor a quarterback, ha nem rontja el, akkor nincs baj. Pont ezt magyarázta egy interjúban Shelby Harris, megkérdezték, két difenzív tekült megkérdeztek, hogy mi legyen a quarterback helyzettel. Hát a legjobb embereket megkérdezték. Shelby Harris azt mondja, én nekem mindenki a quarterback, ne adja el a labdát. Ugye, mennyivel jobb? Nem a 9-esre kell felmenni védekezni, hanem az ellenfél 9-esre, hát ott nem jössz el és Draymond Jones, a másik defensív is megkérdezték, hogy mi legyen a quarterback szituáció, azt mondja, én leszarom. Hát köszönöm szépen, mondjuk ez az igaz, ezt kell mondani, hát mindegy nekem, hogy ki lesz, jók nem leszünk így se, úgy ezt már csak én teszem hozzá, de hát tény az, hogy neki mindegy. Nekünk a, a csapat az egyébként mindenképpen jobb lesz, mint tavaly, mert hát azért egyrészt ugye visszajönnek a sérültek, hát ott kezdődik. Egyrészt visszajön a Von Miller, a lehetőleg számít. Mondják, hogy ó, már le van lassúval, már rosdások az ízületei, majd én azt megnézem, aztán utána kiderül. Illetve viszonylag a Cortland Sutton, aki meg hát olyan szélső elkapó, amilyen hát nem volt ebben a csapatban. Tim Patrick milyen jó volt, hát magához képest, igen, de ez nem egy Cortland Sutton volt, aki azért a liga élmezőnyében van így az elkapók között, ami így a méretet, sebességet összekombinálod, és még meg is tudja fogni, ha hát még a keze is jó. a más nem nagyon kell. Úgyhogy ő nem játszott tavaly, tehát ha hozzávágta volna néha labdát, drólok, meg lehet, hogy tásdám van belőle. Úgyhogy ez a csapat már attól jobb lenne, hogy visszajönnek a sérültek, plusz még erősítettek ugye secondary-be, nem az Ojemudie fog szaladgálni, meg nem az Essang beszi fog szaladgálni, meg a Parnell Motley, hanem azért jött a Kai Fuller valahogy, ki tudták szer szerződtetni a Csikágóból, vagy a Ronald arby tudták hozni, meg ugye a Sörten. Top 10 be kiválasztották, nagyon-nagyon készen álló Corner. De ez a csapat ez biztos, hogy erősebb lesz, mint tavaly. Mennyire lesz ez látványos? Hát az nem rajtuk múlik elsősorban, hanem hogy mi lesz a Center mögött. Most ilyen Sörmör hívja a játékokat. Ő azért már ismeri Tedit. minden otthában dolgoztak együtt. Ennyi alapján lehet hogy ő lesz a kezdő. Nem lehet tudni, hogy ki lesz a kezdő. Itt kezdjük. Verseny van még itt az előszezonban eldöntik, egyelőre senki nem tudott a másik fölé kerekedni, olyannyira, hogy által még a ripint is bevonták, hogy akkor még te is kapsz a kezdőkkel Ó Jó, van fiúk, akkor van baj. Tehát így próbáljuk kitalálni, hogy mi legyen. És hát Sörmörnek minimális, de van tapasztalata Teddy Bridgewaterrel, tehát van Drew is tavalyról. És hát egyébként Teddy Bridgewaterről úgy tartjuk, hogy ő ez a konzervatív irányító, pont amit ugye Harris szeretne hogy ő nem hibázik bele, ő megtartja, ő nem csinál baromságot. Hát azért caroline ba tavaly szétosztotta a labdákat, tehát hogy pont, hogyha azt akarod, hogy jöjjön ja, egy quarterback, aki jobban szétosztja, mint Rock tavaly, akkor arra azért jó lehet, mert tavaly ugye három elkapó is caroline ban ezer yard fölé jutott, ha csak ennyi számít. És úgy, hogy a végén decemberben már Teddynek nagyon fájt a lába, úgy játszott. Szóval ilyen szempontból lehetséges az előrelépés. Csak közben meg azért Teddy, kezdik kinevelni ezt a konzervativizmust. Most akkor ez hogy van? Hogy egyszer egyik is, meg másik is? Mert Caroline Teddy nem annyira hasonlított a korábbi Tedikre, az, amit New Orleansban láttál, nem annyira volt olyan. Szóval most neki ilyen kétes a megítélése, de hát az, hogy kezdő pozícióért verseng, az engem meglep ezen a ponton. Meg hát azért Sörmör is nehéz kiigazodni, mert hát egyrészt ugye futtatja a labdát, illetve hát nagyon sok deep lövést behívottam egyébként. Tehát nem arról van szó, hogy olyan szinten konzervatív lenne, hogy csak a közelít, mint Sörmör, ő lövöldözteti hátulra, meg a hosszú útvonalakat futtatja, nem arról van szó. És hát hogyha meg erről beszélünk, akkor meg inkább a trullokot kéne belerakni, aki egyrészt hajlandóbb rá, hogy messzire lőjön, és hát egyébként, hogy a karerősségben és a tedi előtt van, amennyire ez számít, de az inkább a hajlandóság számít. Lábon egyik is se túl erős. Bár Teri sokszor megindult tavaly, de ha jobb lett volna, nem csinálja. És akkor, hogyha maradnak drúloknál, akiből mondják, hogy még van több, jó, mondjuk így, hát nem tudom, hogy ezt mit lehetne kihozni belőle, mert akkor azt lehetne, hogy ilyen nagy kockázat vállaló drúlok, és nagyon jó mindenki körülötte, az azt jelenti, hogy akkor sokat haladnak, jönnek a társadalok, és emellett azért sokat hibázik, jönnek az incomplete passzok is, ugye? akkor meg az interception akkor lehet belőle egy ilyen James Winston jellegű játékos csinálni, csak hát érted, ők is 7-9 voltak, ha már itt tartunk, amikor készen állt a hajó Brady előtt, és akkor az meg mit ér, az nem éri meg a playoffot, vagy lehet belőle egy ilyen Daniel Jones-os szezont kihozni, nem a tavalyi, hanem az újonc Daniel Jones-os, ami hát statisztikailag egész jó volt, maga a teljesítmény a pályán azért az nem voltan kiemelkedő, csak hát most így, ezekre számítunk, mert ugye Sörmör a Giants volt offenzív koordinátor, amikor a Daniel Jones rookie volt, ezért hoztam ezt be. Szóval ilyen kilátások vannak, ilyen nagyon-nagyon minimális esélyek. De hát érted, arra is volt példa, hogy két évvel ezelőtt a Buffalo, amikor bejutott a play az akkor még nem túl pontos Josh allen -e akinek a legtöbb olyan labdája volt, ami elkaphatatlan kategória, hogy ők is bementek a play azért mert a séma működött, Védelmi hozzáállású vezetőedző értett hozzá, próbálták ott a százalékokat egyet kettőt a maguk javára fordítani, és egy jól menedzsel csapattal, nagyon sok tehetséggel maga körül, 28. irányított teljesítménye be lehetett jutni. De akkor lehet azt mondani, hogy a drólokkal is meg lehetett csinálni, ha sokkal több nem kell. Jó, mondjuk ő mondom, azért lábban nem olyan erős, de hát ezek, ezek olyanok, hogy ha minden sikerül, akkor lehet mondani, hogy a, tervnek szinte tökéletesen sikerülnie kell, és akkor ott vagyunk valahol a play off Hogyha itt egy dologra kellene rámutatni, mi az, ami eldönti majd, hogy ki legyen a kezdő quarterback, az döntéshozás. Tehát én először azonban azokat kell majd nézni elsősorban, mert mind játékosnak megvannak az erősségei, mert megvannak a gyengeségei is, azok megvannak, és hogy ki mennyit tud ebből elfedni, mennyire tudja helyzetbe hozni a társait, tehát azon a limitált snap számmal, ami ott van, mert hát nyilván az edzőtáborban elsősorban azon a tizenvalahány edzésen megmutatni, hát egyedülre olyan híreknek nem nagyon tudják megmutatni. De hát aki jobb döntéshozó lesz, szerintem az lesz a kezdő, és ez, hát én azt tudom elképzelni, hogy ez Teddy jelen pillanatban a karrierjének, aztán majd meglátjuk, de valójában ugyanúgy vissza tudok csatolni erre a Nick Foss, Mitch Tubriski párosra, akinek most rosszul mondtam a nevét, de utólag nem veszem fel újra, hogy bejön az egyik, kezd egy kicsit, lemegy, bejön a másik. Ugyanez az a Denverbe is, nem? Nem is kell hozzá sérülés. Egy-két mérkőzés elmegy, egy-két bűnrossz performance, ezt kikapnak valami underdog csapattól, cseréljük az irányítót, cseréljük vissza. Jöjjön be Ripin, ilyenek hát nem néz ki jól. Aztán majd jön a csere aztán majd mondják, hogy nem kell Marióta. Raiders nem adja csak drágán, akkor a Minsu. Akkor jöjjön ő, vagy Garoppolo, őt is ide cseréljük. Hát az drága lenne. És akkor így, erről fog szólni majd az ősz. Aztán elmegy a csere határidő, jönnek, erősködnek majd, aztán azt látják, még ott van, még el lehet tudni a play még ott a hetedik hely meg lehet, és akkor úgy lesz ebből még valami szezon, de hát nem vagy túlságosan izgatott a Denver Broncos kapcsán. De egyébként meg azt tudom mondani nektek, hogy a statisztikák azok lehet, hogy jönni fognak, így akár a nyers, akár a haladó, mert egyébként a sorsolásra, hogyha ránézel, lesz egy olyan rakás mérkőzésük, amire lehet pontokat írni, lehet pontokat gyártani bőven, mert az ellenfél defense az nem erős. Ugye játszanak az elején a Giants-el, Jackson, Giants-nek a defense -e nem rossz, csak hát ott az se egy erős csapat, már bocsánat. Jacksonville, New York jets el ezekkel játszanak. Hát lehet ellenek pontokat csinálni. Játszanak a Dallas-szal, Cincinnati, Las Vegas, akár a Kansas City az se a defense az erős. Tehát ezek ellen lehet ilyen 20 valahány pontokat írni, csak lehet, hogy az ellenfélnek jobb az irányítója, aztán ő megcsinál 30-at. Bármennyire szigorúan védekezel. Mert a védekezés az másodlagos, hogyha az irányító tehetségesebb. Úgyhogy az úgy problémás lehet, de egyébként el tudom azt képzelni, hogy a Denver Broncos felül teljesít majd, pusztán, hogyha csapatrangsorokat nézed offenseben, mint egyik másik, akik meg mögöttük lesz, aztán rácsodálkozol, hogy ez hogyan lehet. De hát ugye a sorsolás az, az tényleg úgy néz ki, hogy találkozni fognak igen gyengécske védelmekkel. Aztán az meg nem tudom, hogy mennyit jelent majd a számukra, de hát ki tudja, hogyha arról van szó, ők ezt aláírnák előre, hogy akkor ezt a defense majd megnyeri. Ők így készülnek, hogy a defense megnyeri. Nah, meglátjuk majd, mennyire nyeri meg. Nézzük majd akkor azokat a játékosokat, akik itt a kezdőcsapatban vizionálok. Hát itt lennének, kérem szépen, a narancsosak. Defense, az megint csak kétsorba rajzoltam föl. Ez a visszatérő hiba, de majd rájuk térünk. Ahogy azt mondtam, Teddy Bridgewatert írtam be a kezdőcsapatba. A drulok hívőket én már nem bírom hallgatni se, de tény az, hogy ha abban bízol, hogy csoda történik valamelyik törbekkel, akkor inkább lockot kell játszatni, mert Nála nagyobb esély van. Tedit már láttuk elégszer, pontosan tudjuk, hogy ő mire képes. Szerintem a Denvernek az a legjobb esélye meccseket nyerni, hogyha az ő kockázat kerülő játékát hozzák ki, és hogyha ezt végigjátsza egész évben sírlésmentesen Tedi, akkor jöhet a legtöbb győzelem. De valójában itt minimális különbség van azzal, azzal kapcsolatban, mint hogy a drúlok lenne ott, mert belőle meg jó néhány nagyobb labda ki tud jönni, amellett, hogy több hiba is kijön, szóval egy minimális különbségét az egyik hét, a másik nyolc győzelmet jelentene. Ripin mennyit? Ő egyet. Az egy agresszív megoldás lenné, tehát beküldenék Ripint, aztán ott van a top 3-as Cetlina. Szevasztok. Bridgewater mellett nem méretarányos képpel Melvin Gordon szerepel, őt szinte nem kell bemutatnom. És nem Javonté williams írtam föl a képre, mert neki nem volt ilyen szép narancsárga meze. Valószínűleg az elején azért Gordon lesz a kezdőcsapatban, de Javonté Williams egy vadállat. Hát imádom azt a csávót nézni running back poszton, amit hozzá lehet tenni saját erőből, önerőből, azt ő megcsinálja. Igazi faltörő a csávó. Úgyhogy előbb-utóbb nyilvánvalóan ez Javonté Williamsnek a munkája lesz, ami a running back posztot illeti de hát egyelőre maradjunk annyiban, hogy ez egy kezdőcsapatot jelent, az meg Gordon lesz. Minden esetre a futóposzt az meg van oldva, így, hogy elment Lindsay. De akkor ahhoz, hogy meg legyen oldva, akkor a támadó jól kell menni. Ez így van, és ehhez szerintem az az első lépés az, hogy Lloyd Kussemberit zavarjuk ki a kezdőcsapatból. Ugye őt még Eloway draftolta, azonnal felismerték, hogy borzasztó túlértékelt ez a fiú az LSU-ból. Úgyhogy elhozták Queen miner a negyedik körben a Divízió 3-ból, én szerintem neki játszania kell. Most nem azt mondom, hogy az első héttől kezdve, de hát miért ne? Először azonban, hogyha jobban teljesít meg a táborban, akkor rakják be, előbb-utóbb felveszi úgyis a ritmust. Én nagyon kusemberi, szkeptikus vagyok, hogy már az lsu se volt nagyon jó, csak hát a csapata megnyerte a bajnokságot. Többi poszton nem nagyon volt variálás, amit vagy a rájtekült, hogy Bobby Messi érkezett Chicagóból, hogyha valahonnan kell játékos, akkor a Denver először Chicagóra néz, és pont volt valaki, messi elhozták, korrekt jobb oldali tekül teljesítményt fog hozni valószínűleg. Gerett Boss másik oldalon ugye megtátosodott, illetve hát a két gárd is marad, Reisner, illetve Glasgow, nagy kedvencem Netán Muti egyelőre nem váltotta meg a világot, de hát hogyha a sérülés van, maximum akkor tud majd pályára kerülni. Kíváncsi vagyok, hogy mi már felépült, végig ezt a nyarat, akkor milyen formában van Netán. Majd megnézzük előszezonban, szuper izgatott vagyok cseregárdok miatt. Elhozták még Cameron Fleminget, hogyha esetleg be kell állni, vagy ilyen swing tekülnek, akár hatodik támadó falembernek, akkor abban neki van rutinja. Korrekt megoldás, de nyilvánvalóan csak ilyen hatodik szerepkörre nem kezdőbe. Az elkapók között nyilván Suttonnek és Judinak bérelt helye van. harmadik legjobb elkapójuk az Tim Patrick, de hát ő nem slot receiver, mert az KJ Hamler, úgyhogy ez a szokásos felállás, amire számolni kell, de tény az, hogy Patrick többet tett a csapatért eddig, mint KJ Hamler, ettől függetlenül playmaker tulajdonságai miatt a kis alacsony ott van a képen, egy jó kótörbek, és igen jól tudnám mozgatni ezt a csapatot. Judy-nak különösen nehéz volt, azt láttam rajta első Hozzá hozzászokni a sok pontatlan labdához. Kevesebb drop lesz a részéről valószínűleg, több lehetőség, hogy elszaladgáljon az oldalvonal mellett, így, hogy Saturnra is figyelnie kell majd a defensenek. Azt tudnám mondani, hogy minden esély megvan rá, hogy kinője magát ez a páros a liga tetejébe, csak hát ahhoz kellene kótörbek is. Mert ráadásul még ugye Noah Fent személyében olyan Titan van, akire szintén figyelnie kell az ellenfél védelmének. Tehát ez sok fejű szönyről beszélünk, akár hogyha beáll Albert okóek Bunám, akkor is ugye megvan a mélységet. Tehát pazarlás igazából, hogy egy ilyen személyzetet egy B kategóriás irányító fog vezetni, és akkor talán nem mondtam csúnyát Tedire, vagy drúlokra. Defenseről mindent elmond, hogy a 9. helyen választott ugye Patrick Sörtén nem fér rá a képre és most nem azért, mert neki nincs meze, hanem mert ugye Darby-t idehozták, neki egy rossz éve volt a hat éves karrierje folyamán, a többi egész jól elment, most itt a Denverben próbálkozik majd, és hát Kai Fuller nagy kedvence volt Vic Fangio-nak, amikor a chicago együtt dolgozhattak, minden adott hozzá, hogy itt remek cornerback sor legyen. Bryce kellen, ugye szintén volt a tanítványa a mesternek a szeles városban, úgyhogy ő meg azt tudott levédi. Amennyiben variálni kell, amennyiben be kell jönni, sérülés van, forbaingadozás van, hát az inkább ne legyen. Akkor pedig Sörtén személyében a leginkább NFL kész cornerback, és itt van a rúkik közül ha pedig a secondary működik, akkor minden működik, ugye. És itt van Karim Jacksonnal, meghosszabbították a szerződését az egyik safety helyén, aki megtalálta az új pozícióját, illetve hát is sikerült megalkudni, úgyhogy ő is itt marad. Nagyon nehéz ezen a secondary mögé kerülni, mert rendkívül biztosnak tűnnek, és a séma is azért ad nekik. Nagyon nagy különbség lesz ahhoz képest, amit tavaly láttunk a első éves hátsókörös vagy UDF-a gyerekektől a secondary és most még ugye Jamar Johnson is érkezett a drafton, róla külön beszéltem a odaillő videóban, és hát ez azt jelenti, hogy még az utánpótlás is a helyén van, szóval Broncos Secondary, az is a top kategória. Linebackerekre olyan nagy feladat nem hárul, itt van a leggyengébb pont, ugye Josie Jewel személyében, tehát ő az, akitől a legkevesebbet kérhetsz, vagy a legkevesebbet fogsz kapni, hogyha pusztán azt nézed, mennyit tesz hozzá a defensenek az összteljesítményéhez, de van mellette egy AJ Johnson, aki letarolja azt, aki a környékére jön, szóval hát egy linebacker azért meg lehet bújtatni, főleg, hogyha működik majd a már Márpedig Nick Chubb és Von Miller itt vannak, nem nagyon volt olyan, hogy ők hosszú távon együtt tudjanak dolgozni. Még akkor is, hogy a Von Millernek ugye 12. szezonja, de hát aki az NFL örök ranglistáját ostromolja, arról ne feltételezzük, hogy bármikor is lelassul. Majd, ha látjuk a szemünkkel, akkor esetleg. És akkor, hogy arról van szó, hogy a Malik Reid még be tud jönni, aki teljesen korrekt harmadik számú szituációs Pestrasser is lehet, vagy akár teljes munkaidős, hogyha valami baj van, akár egy fél időkre be tud menni, akkor sincs vele probléma. Úgyhogy ez is ki van alakítva csodálatosan. Baron Browningra leszek még kíváncsi, aki ugye Ohio state jön újonc, off-ball linebacker, vagy akár blitzekkel mit akarnak tőle. Bármire meg lehet kérni, mert ő is egy rendkívül veszélyes játékos, amennyiben jól használják nyilván. Belül Harris és Jones, hát nem a legnagyobb páros, de ők is elvannak, és ők is tudnak siettetni, hát az lenne itt a lényeg, vagy akár Dushon Williams, tavalyi nagy felfedezett Dushon Williams, ami már korábban is focizott, 2015-ös kiválasztott ember, aki hát így hatodik évére ért be, van itt bőven mélység. Hogyha meg le kell taposni a futást, akkor bejön az öreg Steven vagy, vagy Purcell, vagy akár Edgym megérkezik rotációba, tehát a védőfal is nagyon bőségesnek számít. Hát jó minden akkor a defensebe, ez pontosan így van. Leginkább a play caller, de az állomány is nagyon-nagyon rendben van. Nem véletlen mondják, hogy az Denver Broncos ez bajnoki kaliber lenne, hogyha egy embert ki lehetne cserélni. Azt nem a defense-be kell keresni egyébként, hanem ott a kép alján. Nagyon szép teszt lesz ez a szezon, hogy egy kvázi szuperból keret az mire képes egy liga kótörbek kótörbek teljesítménnyel mennyire tudják felhúzni adott esetben. Hány meccset tudnak nyerni neki per helyette, de hát az azért várható, hogyha sikerülni és aránylag sokat megnyerni ebből, akkor a rájátszásban legkésőbb ki fog ütközni az, hogy a center mögött azért baj van. Aki meg szembe jön, annak valószínűleg nincs baja. Hét és fél győzelmet látok a Denver neve mellett. Egyszeri néző nem sokat fog látni Broncosból, mert mint mondtam, egy darab Thursday Night futballt fognak focizni, azon kívül csak normál időpontban. A Cleveland Browns ellen játszanak majd, úgyhogy egy kolorrás kellene mind a kettő narancsárgába. Én arra számítok, egyébként mindig szórakoznak velem. Hét és fél győzelem, már beszélgettem, hogy, hogy milyen csapatokkal találkoznak, akik azért hát, a védelmük az sebezhető, igen, csak hát a quarterback-ük meg jobb. Még ezeknek a rúkinknak is, hát azokkal is szívesebben mennél, mint Lokkal vagy Teddyvel. Úgyhogy ez a hét és fél, ez szerintem ez sok. Tehát még hogyha rá is mutatsz, hogy az is nyerhető, az is nyerhető, engem nem érdekel, érted? Nem játszottak három olyan mérkőzést az egész szezonban, ahol jobb lenne a quarterback-ük, mint az ellenfélnek. De ez, hogy egyet se, az meg hogy lehet? Ha valami sérülés hullám, akkor lehet, hogy az ellenfénye jön valami beugró, de eléggé gyászos ez a kotörbek teljesítmény per helyzet, szituáció. Ki lehet belőle jönni jól, jó mondjuk a Detroitnak vagy a Houstonnak kicsivel rosszabb a helyzete, de hát nem az a lényeg, hanem az, hogy még ez mindig nagyon kevés. És hát persze, hogyha a séma működik, meg megvalósítják, meg összeáll, meg egymásra hangolódnak, akár Tedivel, akár Lokkal, teljesen mindegy, van aki ebbe hisz, van aki abba, többség semelyikbe, akkor lehet, hogy mit majd olyan séma jön, ami majd kerüli a hibákat, az nagyon fontos lenne egyébként, ne hoz nehéz helyzetbe a védelmedet, és akkor ők majd kitartanak valószínűleg. Mint segíthet rajtuk a turnover luck, nyilvánvaló, beszednek egy-két pikket, aztán abból akár visszaszalad a defense, akár rövid pálya, erre bazíroznak. Hogy ez majd így működőképes lesz, de hát még hogyha működőképes is lesz, az azt jelenti, hogy nem a bajnoki címért lesz, ez harc, mert arra hát minimális esély van, hanem hogy lehet, hogy meg lesz a playoff. Jó. Attól vonzóbb célpont lesz egy nagy ágyúnak jövőre, quarterback poszton ez a csapat. Nem lesz annyira vonzó, érted? -hát, most a Rodgers kimegy a piacra, nem azt nézi, hogy hú, ez a Denver, ez tavaly hetedik volt, és bejutott a rájátszásba, aztán ott kikapott, vagy nem tudom, 7 10 zárt, és nem jutott be, mindegy neki érted. Azt fogja nézni, hogy vannak fiatal tehetséges gyerekek. Tehát a lényeg ennek a szezonnak, Fiatal tehetséges gyerekek jól focizzanak. Judy, Sutton, defensebe egy-két játékos, támadófalba fiatalok, azért mutassák meg, és akkor ettől, a szezontól, amit akarsz, azt megkaphatod adott esetben, hogyha a franchise hosszú távú jövőjét tartott szemed előtt, hosszú távú érzd két év legalább, mert akkor ebből lehet valami. Idén nem nagyon lesz semmi sajnos. Ennyit gondoltam elmondani Denver Dino jó barátról. Köszönöm szépen mindenkinek figyelmet. Még akkor néhány csapat hátra van. Pénteken már lehet meccseket nézni, bizony, magyar idő szerint azért. Ott lesz kettő, utána három, utána tíz. Majd azokat is nézegetem. Aztán majd jövök, beszámolok róluk, mit láttam, meg a maradék csapatokról is egyszer így, egyszer úgy majd. Érdemes figyelni a csatornát, mert jönni fognak a tartalmak. válhatóan hát szinte minden nap, de inkább minden mint szinte. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megtekintette ezt a videót, vagy a korábbiakat, aki feliratkozott, aki kommentál, aki lájkolja, illetve aki a pártoló tagok közé is csatlakozott. Amennyiben te is szeretnél jönni, akkor a leírásban lévő linket tudom ajánlani, ami valójában nem is egy link, csak egy leírás, de hogyha kijelölöd, rá tudsz menni. Ügyesen! Jó munkát kívánok mindennek a kitalálására, és akkor vállalk a következőkkel is. Szevasztok!